A pénzügyi, valamint gazdasági városfejlesztési és vagyongazdálkodási bizottság ülésének legfajsúlyosabb napirendi pontja a 2011 évi költségvetés megtárgyalása volt. Nincs könnyű pénzügyi helyzetben az önkormányzat, mint ahogy ez jellemző az ország általában minden önkormányzatára. Bár meg kell mondani, hogy 18%-kal csökkent a költségvetési hiány a tavalyihoz képest, de természetesen ez nem jelenti azt, hogy most hátra lehet dőlni, és akkor ellazíthatjuk ezt az évet. Nagyon következetes, pontos és szigorú költségvetést kérünk minden intézménytől, és így a várostól is természetesen, hiszen sok olyan feladata van az önkormányzatnak, amit végre kell hajtani, amihez a forrás biztosítani kell. Palic István, a Gazdasági Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke a költségvetéssel kapcsolatosan a továbbiakban elmondta, hogy az idei évre is jellemző lesz a kettősség, ugyanis a működés tekintetében nehéz év áll a város előtt, azonban a fejlesztésekhez szükséges összegekkel rendelkezik az önkormányzat. Most is rendelkezésre áll ebben az évben az az összeg, amellyel tudjuk biztosítani a pályázati önrészeket, tehát az elkövetkezőben is pályázni fogunk minden olyan dologra, és elsősorban azokra a dolgokra, amelyek valóban munkát helyteremtőek, vagy pedig a bevételi oldalon növelhetik az önkormányzatnak a lehetőségeit. Ha megemlítem ezek közül ugye a vízparton lévő védműveket, vagy például a kalandpark további bővítése az, amely nagy lehetőségeket biztosít számunkra. A bizottsági elnök azonban hozzátette, hogy idén kevesebb jut járda és útfelújításra, ha csak nem jelennek meg olyan pályázatok, melyek ezen feladatok elvégzését segítenék. Amiben mindenféleképpen lépni akarunk ezeken a fejlesztéseken kívül, az emberek hangulatának javítása olyan módon, hogy a városban rendet akarunk mind a közlekedésben, mind a közterületek rendjében, és én úgy gondolom, hogy ha itt rend és biztonság lesz sátor a jó helyben, akkor talán jobban elviselhető az emberek számára az, hogy az útjaink és a járdáink azok olyanok, amilyenek. Palic István a költségvetés kapcsán több javaslatot is benyújtott a városi edzője felé, melyek csökkenthetnék az önkormányzat kiadásait. El kell gondolkodni azon, hogy felelevenítsük a valamikor létezett városi kertészetet, hiszen Sátoraljó hely növényeket, virágokat pillanatnak nem saját maga termeli meg, hanem vásárolja. Ugyanígy javaslatot tettem arra, hogy a télen kiszórt szóróanyagot azt a városellátó gyűjtse össze, valamint javasoltam, hogy mérlegeljük és vizsgáljuk meg azt a lehetőséget, hogy Sátoraljó hely vásároljon egy olyan szerkezetet, egy olyan gépet, amelyel önmaga tudná végezni az utaknak a kártyúzását. A költségvetés megvitatását követően a pénzügyi bizottság az Erzsébet kórház pénzügyi helyzetéről tárgyal dr. Borzi Márta megbízott igazgató tájékoztatója alapján. A kórház már majdnem másfél éve egy önkormányzati biztos által előírt intézkedési terv alapján működik, amely szükséges ahhoz, hogy a jelenlegi stabilnak mondható gazdasági helyzetet biztosítani tudja a továbbiakban is. Erre azért volt szükség, mert bizonyos számlatartozásai a kórháznak túlságosan elhúzódtak, és most így ebben a helyzetben, hogyha tovább viszi a kórház ezt a szigorú és következetes pénzügyi politikáját, akkor azt hiszem, hogy továbbra is stabil gazdasági helyzetben lesz.